Mára nem terveztem, vagy nem terveztünk semmilyen előadást, munkát. Hát én úgy gondoltam, hogy ma egy kicsit pihenni fogok, de hát úgy tűnik, hogy ez nem igazán akar összejönni. És ugye most már évek óta visszük ezt a programot, minden nap jelenítünk meg előadásokat, cikkeket, interjúkat, fotókat, beszámolókat, tanulmányokat. És olyan nagyon fontos ügyeket, vagy olyan nagyon fontos ügyekről beszélünk, amelyek egyrészt ugye aktuálisak, másrészt pedig kicsit így próbáljuk más oldalról megközelíteni őket, teljesen újfajta alternatívát felmutatni, vagyis egy olyan megoldási javaslatot, vagy több megoldási javaslatot kínálunk, amelyekkel át lehet fordítani a mostani, vagy az eddigi beidegződést, és azokat a, mondjuk úgy, hogy hitrendszereket, amivel élünk, vagy amivel ez a világ él. De mivel olyan gyorsan jönnek, történnek az események, és hát megmondom őszintén, hogy az érzelmeink is szerintem nagyon, mondjuk úgy, hogy felturbózódtak, vagy legalábbis az enyémek biztosan, és most az elmúlt pár napban azért történtek olyan, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, események, vagy jelenségek, amelyek még inkább rávilágítottak arra, hogy igenis ezt a munkát, ezt kőkeményen kell vinni, még akkor is, hogyha nagyon fáradt az ember, és akkor is, hogyha ez most már a 162. előadás másfél év alatt, és a gondolatok természetesen folyamatosan jönnek és jönnek, és éppen ezért érzem azt, hogy ezeket mindenképpen meg kell jeleníteni, közzé kell tenni, azért, hogy hát ha valamiféle mankóként tudnak szolgálni. Látjuk azt, láthatjátok azt, hogy mik történtek, vagy történnek napjainkban, és hogy ez mennyire elkeserítő. Erről is órákig tudnék beszélni, de mivel én úgy érzem és úgy döntöttem, és majdnem mindegyik előadásom arról szól, hogy hogyan találjunk megoldásokat, vagy hogyan emeljük fel, mondjuk úgy, hogy a rezgés szintünket, és hogyan ne süppedjünk bele az anyagba. Ezért ma is arról fogok beszélni, hogy szerintem mi lehetne az a nagyon erős és hathatós megoldás, amivel ez a nagyon nagy szeretetlenség átformálható lenne, amivel felül tudnánk írni ezt a érzelmi nyomort, amiben élünk. Nem csak anyagi nyomorban élünk, hanem érzelmi nyomorban is. Egyre jobban elidegenedik ez a világ, egyre inkább eltávolodunk egymástól. Biztosan ti is tudjátok a saját életetekben, hogy jó, ha egy-két emberre rá tudtok támaszkodni, vagy jó, ha egy-két olyan embert találunk, akik valamiféle mankóként vagy segítségként szolgálhatnak, és hogy igazából azok, akiknek hatható segítségként kellene nyújtaniuk, hogy rájuk egyáltalán nem számíthatunk, és ez szerintem rettenetesen nehéz ügy. Éppen ezért hoztam létre a magazint, vagy ezt a programot, amit évek óta működtetek, és a mai előadást is ezért szeretném elkészíteni, vagy ezért készítjük, hogy hát ha adhat valamiféle erőt. Ma nagyon-nagyon sok mindent tettem közzé a Méda oldalon. Valamiért én azt érzem, hogy nem tudom, tehát, hogy tényleg ilyen késztetést érzek arra nézve, hogy folyamatosan áramoltasak, folyamatosan adjak, és hát ugye, ahogyan mondtam, a gondolatok is folyamatosan jönnek. Én nem nagyon tudok annak ellenállni, hogy ezt ne írjam meg, vagy ne osszam meg ezeket a videókat, vagy hanganyagokat. Hát mivel ez a dolgom, így vagyok bekódolva, így működöm, ez van a zsigereimben, ezért ez nálam teljesen természetes, és muszáj ezt a feladatot végeznem, kötelességem is egyébként. Tehát ma egy nagyon érdekes nap van szerintem, érzelmileg, bár megmondom őszintén, hogy én ezt már napok óta érzem, és egyre inkább úgy gondolom, hogy sokkal komolyabb felelősséget kellene vállalnunk, és sokkal jobban el kellene köteleznünk magunkat bizonyos ügyek mellett, az érzelmeink mellett is, és az emberek mellett is. És gondolom, hogy ezért van az, hogy nagyon intenzív most ez a munka, ezt nem csak magamon látom, hanem rengeteg emberen. Látom azokon is, akik hasonló szerepet vállaltak, amit például én, ők is nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy békésebb érát, nyugalmasabb területet tudjunk létrehozni,
és nagyon sok a felszólaló, nagyon sok a kezdeményező, nagyon sok olyan ember van, aki tényleg évek, évtizedek óta a talpán van, és mindenféle művészeti eszközzel, vagy akár csak felszólalásokkal, vagy a hitükkel azért dolgoznak, azért élnek, és azért kelnek fel minden nap, hogy átfordítsák ezt a nagyon nehéz érát, ezt a nagyon nehéz ügyet, ezt a nagyon nehéz korszakot, szemléletet, úgy, amiben ma élünk, és ahogyan. És mindenképpen úgy gondolom, hogy ez az átfordítás már rettenetesen időszerű lenne, hát láthatjátok azt, hogy én is mennyit beszélek erről, lapozzátok vissza, vagy nézzétek meg, vagy hallgassátok meg az elmúlt 161 előadást. Én szerintem majdnem mindegyik ugyanarról szól, mégpedig arról, hogy hogyan lehetne végre kialakítani a szeretet terét, nem csak ebben az országban, hanem mindenhol a földnövű bolygón, de tudjuk azt, hogy azért nálunk ez szerintem egy kicsit, vagy nagyon sokkal nehezebb, mert valamiért itt nem tudom, hogy miért van ilyen széthúzás, és hogy miért nem tudunk összetartani, és miért nem tudjuk egymást szeretni, pedig olyan csodálatos ez az élőhely, én imádom ezt az országot, gyönyörűséges, csodálatos természeti adottságai és jelenségei vannak, ez egy igazi bölcső, ez egy nagyon gyönyörűséges, nyugalmas terület, de mégis az ember sokszor szorongva él, de mégis nyugtalanok vagyunk, és próbálunk valamibe vagy valakikbe belekapaszkodni, főként egymásba, és egymástól várunk tanácsot, egymástól várunk kiutat. Szeretném elmondani azt, hogy én mire jutottam ma, és hogy milyen gondolatok érkeztek belőlem, és hogy én mit látok jó megoldásnak, mert láthatjuk azt, hogy amilyen intézkedéseket hoznak, azok nem megoldások. Azok mondjuk úgy, hogy csak tovább szítják a helyzetet, nem fogunk tudni kilábalni ebből a nagyon nehéz ügyből, ebből a nagyon nehéz állapotból, amiben benne vagyunk már nagyon régóta, de ugye mi szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha együttesen összefognánk, ha mindenki egy célért dolgozna, ha mindenki egy célért motiválná saját magát és másokat is. Nem elcsépelt, amiről ma fogok beszélni, nem mondjátok, hogy a szeretet elcsépelt, ma le fogom vezetni azt, hogy szerintem hogyan lehetne mindent átfordítani, felülírni szeretettel. Ugye nagyon sokan mondják azt, és vannak különböző tételek, nagyon sok előadás, sőt konferenciákat tartanak arról, hogy a szeretettel hogyan lehetne megváltani ezt az egész földnevű bolygót, hogyan tudnánk végre harmonikus és kiegyensúlyozott életet élni. Én ma azt szeretném elmondani, hogy ez igazából gyakorlatban hogyan tudna megvalósulni, vagy mi mit tehetünk azért egyénileg, és igenis ezt egyénileg kell elkezdeni. Mindenki kezdje el otthon, gyakoroljátok, ez házi feladat lesz. Hogyan tudunk szeretettel mindent felülírni, hogyan tudunk ezzel a nagyon erős energetikai rendszerrel, akár területeket is, vagy nagyon-nagyon sok embert megváltoztatni pozitív irányba. Én hiszem azt, hogy a szeretet csírája, a szeretet magja mindenkibe el van ültetve. De ha utána olvastok a szeretet frekvenciájának, a szeretet rezgésének, vagy ennek az egész ügynek, akkor ti is fogtok találni olyan tételeket, olyan kinyilatkoztatásokat, ami pontosan arról szól, hogy igenis a szeretet frekvenciája, a szeretet magja, az mindenkiben ott él, csak annyi maximum, hogy ugye nem ezt áramoltatjuk mindig, nem ez az elsődleges, hanem ugye mivel polaritás él, két pólus van, ez azt jelenti, hogy ott a negatív is, hát a negatív is ugyanúgy bennünk van, de én hiszem azt, hogy, és pontosan ez az egésznek a lényege, hogy pozitívummal, ha afelé fordulunk és azt tápláljuk, akkor ezt a negatívumot felül lehet írni, és ki tudjuk alakítani az egy pólust. Erről is már nagyon sokat beszéltem. Nagyon fontos tudni, hogy a szeretet frekvenciája az 528 Hertz. Én mindig azt mondom, hogy energiában, energetikában kell gondolkodni, mivel hogy minden az. Minden az. Nem tudsz olyan dolgot mondani, ami ne lenne az. És mivel itt nagyon-nagyon sokféle energia adódik össze, nekünk tudnunk kellene ezzel bánni, ezt kezelni, meg kellene ismerni ezeket az energetikai rendszereket, mert úgy tudnánk valós megoldásokat találni, úgy tudnánk ezt az egész itteni milliót valahogyan egy kicsit feljebb emelni, és kimászni, vagy kikászálódni a gyermek betegségeinkből. Tehát a szeretet az ugye 528 Hz. Egyébként mondják, vagy nevezik csodálatos
frekvenciának is, vagy csodának, pontosan azért, amiről az előbb beszéltem, mert ezzel a magasan rezgő egységgel, ami nem szétszóródott, ami nem zilált, nagyon sok mindent felül lehet írni, át lehet formálni. Az lenne a legfontosabb szerintem, hogy mindent szeretettel kezeljünk, még a nehéz ügyeket is, még a fájdalmakat is, még a rossz és gonosz ügyeket is. Azért, mert ha te nem szeretettel kezed, és nem ezt a szintet teszed bele, akkor csak tovább szítod a helyzetet, viszont hogyha ezt rakod bele, akkor felül tudod írni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van egy étel. Elkezded főzni, és te azt szeretnéd, hogy ez édes legyen ez az étel, de valamiért nem sikerül. És mondjuk úgy, hogy kicsit keserűbb lesz, egy kicsit sósabb lesz, ami ugye nem jó. És akkor ilyenkor mit csinálsz? Teszel bele cukrot, és addig teszed bele a cukrot, és annyi cukrot teszel bele, amíg édessé nem válik. Hát a szeretet ugyanilyen. Mondjuk úgy, hogy a cukor az maga a szeretet, vagy a szeretet a cukor, vagy az édesítőszer, ami megédesít, és hogyha te valamit szeretnél megédesíteni, akkor mit csinálsz? Elkezded szeretni. Nem visszavágsz, nem te is belemész érzelmileg ebbe a nagyon lehúzó, nagyon destruktív állapotba, mert azzal nem fogsz szolgálni. Csak szeretettel lehet szolgálni, és csak úgy, ha mindenbe szeretetet helyezel, minél többet, minél többször, minél nagyobb adagot, annyit, amennyit csak tudsz. És ha bármilyen szituációt te szeretettel kezelsz, hidd el, hogy az előbb-utóbb meg fog fordulni. Valaki már nagyon gyorsan létre tudja hozni ezt az állapotot. Vannak olyan ügyek, amelyeket csak mondjuk évek múlva tudunk megoldani, de akkor is ez a célra vezető, és akkor is ez ennek lesz eredménye. Semmi másnak nem lesz eredménye, nem fogunk máshogyan megoldani ügyeket, csak így. Érdemes lenne megnéznetek azt is, hogy mi milyen frekvencián rezeg, nézzétek meg, tudom ajánlani egyébként Hawkinsnak a tudattérképét, vagy olyan tételeket, amelyek arról szólnak, hogy különböző érzelmek milyen szín rezegnek, és nézzétek meg, hogy például a félelem, a harag, az irítség, a féltékenység, a ítélkezés, a visszavágás, az acsarkodás, a dű, a kicsinyeskedés, az elfordulás, a bántás, a bántalom, az ego, az egoizmus, az önzés, stb. Hogy ez milyen alacsony szinten van. Ez mind azt jelenti, hogy anyagba húz, vagyis destruktív. Tehát nekünk a fény felé kell igyekezni. Minden a fény felé igyekszik, minden a szeretet felé igyekszik. Mi is, minden egyes élőlény, minden, ami itt megtalálható a Föld nevű bolygón, pontosan azért, mert mi ebből szakadtunk ki, és ide szeretnénk újra visszatérni. Mi emlékszünk az eredeti eredendő állapotunkra. És mivel minden ide igyekszik, mindenki ide szeretne visszatérni, ezért ezt a folyamatot úgymond segítenünk kell. Nagyon fontos, hogy ezt valahogyan elősegítsük. Azért jöttünk ide szerintem, hogy ezt az egész dolgot megtanuljuk kezelni, hogy ezt vigyük, hogy ezt áramoltassuk, és hogy mi is ilyen szolgálattevő lényekké váljunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szeretet energia, mivel hogy mindenhol megtalálható, ez és kéznél van, bármikor hozzájuthatunk, bármikor ott van, bármikor a rendelkezésünkre áll. Pontosan ezért lenne nagyon fontos, hogy ezt használjuk, ezzel kezeljünk mindent. Tehát a szeretet rezgése az gyógyító, tápláló, létrehozó, fenntartó erő. Nagyon sok mindent meg lehet vele oldani, hanem mindent. Szerintem mindent. Ezt egyébként ugye ki is lehet próbálni, és erre már nagyon sok úgymond bizonyíték is van, hiszen nagyon-nagyon sokan kísérleteznek magával ezzel a szinttel, ezzel a rezgés szinte, vagy a szeretet frekvenciájával, ennek is utána lehet olvasni, akár ha Masaru Emoto vízkristály kísérleteit vesszük figyelembe, vagy azokat a kísérleteket, amikor ezzel a szeretet frekvenciával például tengereket tisztítottak meg, az olajos, koszos területeket, és úgy át tudták hangolni, mert ugye tudjátok azt, hogy a víz információt hordoz. Sőt, hát ugye a vízben nagyon-nagyon sok minden megtalálható, és a víz az, ami rettenetesen szállítja ezt a fajta frekvenciát, nagyon hat rá. Hát, hogyha végignézitek Emoto kísérleteit, akkor láthatjátok azt, hogy a vízkristályok hogyan rendeződnek át, és mennyire nem mindegy, hogy milyen frekvenciával táplálják, vagy milyen frekvenciát vezetnek bele,
mert ugye ha destruktívat, akkor a vízkristályok szétesnek, hogyha viszont szeretettel táplálják, ha magasabb szinttel kezelik, akkor rendezetté válnak ezek a kristályok, és úgymond, ez most nagyon furcsa hasonlat lesz, de kivirágoznak, és csodálatos szerkezetté válnak, viszont hogyha folyamatosan gyűlölettel és bántalommal kezeljük, és ilyen hangokat vagy frekvenciát bocsájtunk rá, akkor viszont ezek szétesnek, széthullanak, szétbomlanak, és nagyon csúnya képet mutatnak, de ezt is megtalálhatjátok az interneten, üssétek be, Masaru Emoto, Imoto vízkristály kísérlete, és nézzétek meg azokat az interjúkat, azokat a bemutatókat, amelyeket találtok tőle, de ha beütitek azt, hogy szeretett frekvencia, akkor meg fogjátok látni, vagy ki fogja írni, hogy 528 Hz, és hogy ezzel a szinttel, ezzel az energetikai állapottal már mennyi mindent meg tudtak oldani, és hogy mennyi negatívumot felül tudtak írni, hát nekünk is szerintem ez lenne az egyik legfontosabb feladatunk. Azt mondják erről a frekvenciáról, hogy mindenhol megtalálható, és ez Isten frekvenciája, ami felül írja az emberi erőt. Tehát, hogy ez egy olyan nagyon erős ügy, ez egy olyan nagyon erős energia, hogy képes átformálni, képes megváltani. És szerintem a mi dolgunk is ez lenne, a mi dolgunk is pontosan az, hogy mindent átfordítsunk erre az oldalra, vagyis az egypólus felé, és ezt szerintem csak ezzel az energiával tudjuk létrehozni, és milyen nagy szerencsénk van, hogy ez a rendelkezésünkre áll, mert ezzel meg tudjuk tenni. Én úgy gondolom, hogy mindent bele lehet emelni ebbe a szeretett térbe, és egyébként ugye a tétások azok gyakorolják is, hogy hogyan lehet mindent a szeretett terébe beemelni, mindenféle problémát és mindenféle konfliktust fel lehet egyébként, vagy felül lehet írni, hogyha a szeretett térben dolgozunk. Vannak olyan ügyek, amelyeket évtizedekig nem tudtak emberek megoldani, és ezzel a módszerrel akár egy óra alatt is, vagy fél óra alatt is nagyon jól lehet kezelni ezeket az évtizedes ügyeket, blokkokat nagyon szépen át lehet formálni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha mindig ebben a szeretett térben lennénk, mindig ebben léteznénk, nagyon fontos lenne, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet ebben benne lenni, hogyan lehet ezt az egészet kialakítani, és ahogyan mondtam, szerintem ezt a szeretett teret kellene valahogyan ráhúzni erre az egész Föld nevű bolygóra, vagyis ebbe a szeretett térbe beemelni az élő helyünket. Nagyon fontos lenne, hogy ezt valahogyan szellemi megtegyük, hát nyilván nem fizikailag kell ezt előidézni, hanem szerintem az lenne a legfontosabb, hogy a gondolatiságunkkal emelkedjünk ide, hozzuk létre ezt az állapotot, és gondoljuk el azt, hogy ez az egész itteni millió ebben a szeretett térben foglal helyet. Hogyha nagyon sok ilyen pozitív energia adódik össze, akkor hiszem azt, hogy ezt létre tudjuk hozni, pontosan azért, mert nézzétek meg azt, amikor például csoportos meditációk vannak, hogy milyen nehézségeket, milyen konfliktusokat, milyen betegségeket, fájdalmakat tudnak felülírni a szeretet energiájával. Ez nem mese, ez nem misztikum, ez nem játék, ez nagyon is valós, erre már rengeteg bizonyíték van, nagyon sok kísérlet, rengeteg olyan tanulmányt, és akár elméletet, és anyagokat találhattok erről, ami pontosan azt mutatja, hogy igenis ez a frekvencia, ez egy nagyon erősen formáló, ható, fenntartó erő, és nekünk pontosan az lenne a dolgunk, hogy ezt a fajta munkát folyamatosan végezzük és áramoltassuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy mindenre szeretettel válaszoljunk, hogy mindig a szeretet legyen a válasz, mert ugye ez is képes felülírni, ez is képes formálni, hogy ne vágjunk vissza, hogy tanuljunk önuralmat, önmagunkat helyezzük bele ebbe a térbe, mert hogyha ebbe belehelyezzük magunkat, akkor szerintem soha nem fogunk ebből kijönni, kimászni, és mindig így fogunk cselekedni. Szerintem ez az egyik legfontosabb földi tanulnivalónk itt és most.
sérült DNS-ek helyreállítására is rettenetesen jó ez a frekvencia, sejtgyógyításra, rendezésre, különféle szerveknek az áthangolására, betegségek meggyógyítására, és arra, hogy szemléletet váltsunk, és szerintem még az lenne nagyon fontos, hogy megbocsájtással éljünk, erre is egyébként vannak gyakorlatok, én nagyon sok embernek szoktam ajánlani ezt a technikát, nagyon jól lehet vele tisztítani. Szerintem ez az első és legfontosabb, hogy ezt a megbocsájtást, a megbocsájtott technikát alkalmazzuk, gyakoroljunk, legyünk irgalommal, és legyünk könyörületesek. Erről is már nagyon sok előadást készítettem, ugye ez folyamatosan fel van építve, de ma mindenképpen szerettem volna magáról a szeretet frekvenciájáról beszélni, vagy legalábbis megemlíteni, elindítani bennetek valamit, hogy esetleg hát a titeket is érdekel, nézzétek meg azt, hogy hogyan lehet elérni ezt a szintet. Egyébként a mesteri szint az 1111 Hz. És ugye a szeretett Hz, vagy a szeretett frekvencia az 528, de azt is írják, hogy a feltétel nélkül szeretet pedig 852 Hz-en rezeg. Nagyon fontos lenne megnézni, vagy megmérni mindennek ezt a rezgés szintjét saját magunknak is, hogy tudjuk azt, hogy mi hol tartunk, és egyébként erre is vannak technikák, én 4-5 éve minden áldott nap ezt gyakorlom, és így emeltem be magam, saját magam ebbe a szeretett térbe, így léptem ki abból a nagyon nehéz állapotból és ügyből, abból a nagyon nehéz és lehúzó, destruktív időszakból, állapotból, korszakból, amiben mondjuk én is benne éltem 10 évvel ezelőtt, de én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet tenni globálisan, én úgy gondolom, hogy ezt el tudjuk kérni úgy is, hogyha ezt az egész itteni milliót valahogyan megpróbáljuk ebbe a térbe emelni, ez szerintem csak úgy lehet, hogyha együttesen összefogunk, és mostantól kezdve mindenki ezt az energiát küldi ki magából, ezt áramoltatjuk, így gondolunk az egész élőhelyre, mindenkire. Tehát azt is elmondtam, hogy mindenkit lehet szeretni, mindenkit át tudsz ölelni gondolatban, kezdj el mostantól kezdve minden embert szeretnie ezen a földön feltétel nélkül, ne nézd azt, hogy ki milyen, csak gondolj szeretettel erre az egész élőhelyre, és szeresd nagyon a létezést, azt, hogy itt vagyunk, mert szerintem így tudjuk ezt az egészet létrehozni, és egyébként szerintem, ami még a másik nagyon fontos dolog, az a hála gyakorlása, ezt is nagyon sok embernek ajánlom, mert szerintem a hála az is egy nagyon magasan rezgő egység, és hálával is lehet gyógyítani, hálával is létre lehet hozni nagyon-nagyon sok mindent. Tehát én azt mondom, és abban hiszek, és nekem ez az eddigi tapasztalatom is, hogy szeretettel mindent felül lehet írni, szeretettel mindent meg lehet váltani, de ahhoz, hogy ezt tényleg komolyan tudjuk működtetni, erről tanulni kell, erről vizsgálódni kell, kutakodni kell. Tehát most az lesz a házi feladat, hogy nézzétek meg, és kezdjétek el kutatni azt, hogy ez a frekvencia hogyan hat egyénileg, globálisan, és mostantól kezdve kezdjük ezt áramoltatni, vagy hát aki még nem tette, az kezdje el, mert én már, ahogyan említettem, én már nagyon régóta ezt viszem és működtetem. És hát ennek ugye az is az eredmény, hogy nagyon sok olyan embert vonzok be, akik szintén nagyon nagy szeretettel élnek, és már ilyen szinten rezegnek, mert hát ugye a hasonlót vonza, és hát az, ami a legfontosabb, hogy folyamatosan ebben a szeretett térben legyünk, mindig szeretettel válaszoljunk mindenre, mert ez az egy olyan erő, amivel létre tudjuk hozni azt az édeni állapotot, azt a tudati édent, amiben most már nagyon régóta vágyunk.